Testületi ülés, rokkantak napi megemlékezés, folyamatosan váltják be a rezsiutalványokat, drágul a sertéshús. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 17-én 18 óra 5 perckor. A képviselők 29 napirendet tárgyaltak meg az ülésen, melyek között voltak intézményi beszámolók, döntöttek pályázatok beadásáról is. A napirendek megtárgyalása előtt Dobos László polgármester ajándékkal köszöntötte dr. Zsembeli József belgyógyász főorvos, a Kátai Gábor Kórház nyugalmazott főigazgatóját, aki a Jász-Nagykun-Szolnok megyei orvoskamara életműdíját vehette át a közelmúltban. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság negyedik alkalommal rendezte meg a megyei bűnügyi technikusi versenyét Szolnokon, ahol a karcagi rendőrkapitányság csapata Fodor Mária címzetes rendőrőrnagy, kiemelt fővizsgáló és Juhász Sándor címzetes rendőrfőtörzszászlós bűnügyi technikus első helyezést ért el. A két rendőrnek a rangos helyezéshez az önkormányzat nevében Dobos László polgármester gratulált. Az első napirend az önkormányzat 2019. évi költségvetésének első fél évig végrehajtásáról szólt. Mint Dobos László polgármester szóbeli kiegészítésében elhangzott, megfelelő ütemben komoly takarékossági intézkedésekkel sikerült biztosítani a város működését. Így a kiadás az első fél évben megfelelő ütemben, a fedezet folyamatos biztosításával valósult meg, de a következő időszakban is mind az önkormányzatnak, mind az intézményeknek mindent meg kell tenniük a bevételek realizálása és a kiadások bevételi forrásokhoz viszonyított szinten tartása érdekében. Dobos László polgármester megköszönte a polgármesteri hivatal munkatársainak az odafigyelést a város költségvetésére. A rendeletet 9 igen és 2 nem tartózkodással fogadták el. A képviselők megtárgyalták a karcagi többcélú kistérségi társulás 2018. évi működését is. A társulás 5 éve alakult meg 5 település, Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállási és Kunmadaras önkormányzatának jóváhagyó határozatával, karcagi székhellyel, azzal a céllal, hogy a kistérség összehangolt fejlesztése érdekében együttműködjenek, a térségi szinten biztosítható közszolgáltatások minőségi és költséghatékony működtetésének feltételeit megteremtsék. A településeken az egészségügyi és szociális feladatokat ellátó intézmények fejlesztése érdekében a pályázati lehetőségeket a jövőben is folyamatosan figyelemmel kíséri a társulási tanács, hiszen így tudnak az elmúlt 5 évben is jelentős fejlesztéseket végrehajtani az általuk működtetett intézményekben. Elfogadták a Városi Önkormányzat Városgondnoksága beszámolóját. A céget 1996-ban alapította az önkormányzat a város közszolgáltató tevékenységének ellátására. Molnár Pál igazgató szóbeli kiegészítésében elhangzott, hogy igen széles körűek a gondnokság feladatai, sok intézménnyel állnak kapcsolatban. Feladataik révén a város egész területén jelen vannak napi munkájuk során. 2019-ben 34 fő állományi dolgozóval és 278 fő közfoglalkoztatott segítségével látják el a feladataikat, a fejlesztéseket és a beruházásokat. Az elmúlt 5 évben sikerült a gép- és eszközparkjuk jó részét megújítaniuk, s a Start munkaprogramnak köszönhetően 5 év alatt mintegy 2 milliárd forint támogatást kaptak a programban résztvevők foglalkoztatására, ezáltal tudtak a külterületeken és a város belterületein is jelentős munkákat elvégezni. A beszámolót 2 igen és 2 tartózkodás mellett fogadták el. Tárgyalták a TRV ZRT által Karcagváros vízi közműveinek 2020-2034 évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét, mely tartalmazza a cég következő években tervezett ivóvízhálózat és szennyvízhálózat rekonstrukcióit és fejlesztését is. Ugyancsak döntöttek arról, hogy a Madarász Imre Egyesített Óvoda részt vesz a Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyeréséről szóló pályázaton,
valamint a Nemzeti Tehetségprogram, a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása, NTP kötőjel OTKP kötőjel 19 című pályázaton is. A város évek óta támogatja a fiatalokat, ennek egyik módja a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat. Döntöttek arról, hogy az önkormányzat csatlakozik a 2020-ban pályázathoz is, s mellé biztosítja a jövő évi költségvetésben a 4 millió forintot a támogatáshoz. Az Euró Kft. Termében került megrendezésre a mozgáskorlátozottak helyi egyesületének ünnepi délutánja. A rendezvényt köszöntőjével Dobos László karcagváros polgármestere nyitotta meg, majd ezt követően egy tartalmas délután résztvevői lehettek a megjelentek. Németh Imréné, a karcagi mozgássérült csoport vezetője elmondta, hogy megközelítőleg 100 fő volt jelen a mára már hagyományosnak mondható eseményen. Körülbelül 100 fő van most itt jelen. Van vidéki csoportok, vannak meghívva, társcsoportok, mind mozgássérült csoport, így Berekfürdő, Túrkeve, Öcsöd, ami egy kicsit azért távolabb esik a mi régiónktól, és Rákóczi falva. A többi településen szintén rendezvény van, aki hagyományosan visszatérő vendégeink, rendezvények vannak. A csoportunkban is nagyon sok családi rendezvény van, és ezért vagyunk kevesebben, mert azért 120-140 fővel szokott ez a rendezvény megrendezésre kerülni. Havi rendszerességgel mi csoportgyűlést tartunk. Ügyeletet pedig minden csütörtökön 9-11 óra között a Rákóczi út 3 szám alatti helyiségünkbe. Híradó falunk van, úgyhogy itt erről mindenki értesülhet, meg hát gyakorlatilag ugye szájról szájra terjedve, egymásnak hírt adva, így értesülnek róla. Előleges regisztráció alapján, mert ugye fel kell azért mérni, hogy hányan vagyunk, ebédrendelés, stb. Szempontjából, vidékieket pedig meghívásos alapon. Ők is meghívnak bennünket, mi is létszámkeretet, ha szűkebb a hely, meghatározzuk, ha nem, akkor pedig a hányan tudnak, jönnek hozzánk. Karcagi civil szervezeteket is meghívunk, most is vannak itt velünk, nagyon jó a kapcsolatunk egymással. Dobos László polgármester elmondta, hogy ezek a programok azoknak az egyesületeknek a munkáját mutatják be, amelyek egy-egy témakör köré csoportosulnak. Mozgáskorlátozottak helyi egyesülete ennek a rendezvénynek a megtartásával szeretné felhívni a figyelmet a rokkantak életére, mindennapjaira. Fontos a város számára is, hiszen az épp embereknek úgymond kutya kötelessége segíteni azokat, akik valamilyen oknál fogva rászorulnak a támogatásra, legyen az mozgássérült, hallássérült, látássérült. Most éppen a mozgássérültek napján vagyunk, illetve őket ünnepeljük, illetve rájuk emlékezünk. Egy-egy ilyen esemény mindig felhívja a figyelmet arra, hogy még többet kell tennünk azért, hogy ezek az emberek, akik teljes jogú állampolgárai az országnak, nagy méltósággal tudják megélni az életüket. A program a vendégek fogadásával vette kezdetét, majd a megnyitóra került sor. A vendégfogadással kezdődik ez nálunk, 10-től 11-ig zajlik általában, utána a megnyitó. Ha a polgármester úr megérkezik, akkor gondolom egy pár szóval köszönti a rendezvényünket, majd pedig a rokkantak napja méltatására kerül sor. A csoportvezető Nagy Imre fog erről egy kis előadást tartani. Utána egy kultúrműsor következik, a Biljána néptánccsoport képviselteti magát, majd ebéd követi, délután pedig zenés szórakozás, együtt beszélgetés, tapasztalatcsere. Körülbelül így zajlik le. Ezt követően a rokkantak méltatására került sor Nagy Imre csoportvezető helyettes által. A program folytatásaként a Biljána néptánccsoport műsora következett, majd özvegy Kovács Imréné szavalatát hallgathatták meg a megjelentek. Dániel István nótákat adott elő, majd Szőlősi Sándorné az idő fontosságáról olvasott fel egy részletet. A kultúrműsor zárásaként a fellépők számára virágcsokrok átadására került sor,
Majd a délután ebéddel, tombolahúzással és zenés táncos mulatsággal zárul. A rezsi utalványokat szeptember végéig mindenkinek kiküldték, a posta adatai szerint azonban a jogosultak körülbelül 1,5-2%-a nem vette át azokat. Akik átvették, már használják is. Eddig 1,7 millió rezsi utalványt váltott be az arra jogosult 2,6 millió nyugdíjas, közölte a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkára a Karca televízióval. Fónagy János azt mondta, a legtöbben postán használták fel az utalványokat, amelyek 60%-át áramra, 40%-át pedig gázra fordították. Az utalványokat 2020. március végéig lehet felhasználni, azokból visszaadni nem lehet, de a többletet a szolgáltató jóváírja a következő hónapban. Hívta fel a figyelmet televíziónkon keresztül is az államtitkár. Azok a jogosultak, akik nem vették át szeptemberben az utalványokat, levélben vagy személyesen a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságához fordulhatnak, hogy újra kipostázzák nekik. Kaptuk meg a tájékoztatást az államtitkártól. A tegnapi adásunkban beszámoltunk a kenyér árának emelkedéséről. A sertésfronton viszont az okoz hatalmas piaci változásokat, hogy a kínai sertésállomány jelentős részét ki kellett írtani az afrikai sertéspestis ottani felbukkanása miatt. Kínában tartják a világ sertés létszámának 50%-át, de az ASP nyomán az ázsiai ország termelésének már 25-30%-a is kieshet 2019-ben. Ennek következtében Kína jelentős sertéshúsvásárlóként léphet a piacra, és ez látványosan meglódíthatja a nemzetközi sertésárakat. Karcagi húsboltokban is érezhető az áremelkedés. Most egy picit lelassult az emelkedés, az elmúlt két hónapban nem olyan jelentős mértékben emelkedett, de a nyár eleji árakhoz képest már elért azt a 20-25%-ot. Most jelen pillanatban karajt tudunk oldalast tarját 1550 forintért kínálni, a csont nélküliek azok pedig 1500 forintos átlagáron. Ez a fokozatos 50-100-150 forintos áremelkedések azért annyira, nagyon bízom benne, hogy nem úgy terheli meg a pénztárcákat, viszont az 1150 forintos áraktól már, hogy 1500 forint felett tartunk, azért ez már egy jelentős áremelkedés volt. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy most még ezek az árak, tehát értéke van most a sertéshúsnak. Mert ha azt nézzük, hogy 1 kg húsára 1500 és mondjuk 1600 forint között van, szerintem ez még megfizethető. Most azt látjuk, hogy tehát egy hónapon belül most még nem változott. Hogy a jövő hétre, következő hetekre és az ünnepekig, hogy mi várható, nagyon bízom benne, hogy ez az ár már nagyon nem fog elrugaszkodni. Tehát nem tudok még erre mit gondolni. Gondolom én, hogy az előállítási költségtől alapanyag nagyon, de nagyon összetett dolog, és ettől válik majd függővé, de nagyon bízom benne, hogy ez majd valahol azért meg fog állni. A vevők számítottak az árhullámra. A drágulás átragadhat a boronfi húsokra is, mivel ezek a sertéshúsok helyettesítő termékeinek számítanak. Ez várható volt, csak azt nem értem, mert Kínában volt ugye a vész, a betegség, ugye? Na, hogy az elég messze van, akkor, és akkor rögtön beharangozták, hogy itt is drágább lesz a sertéshús, hogy honnan tudták, hogy itt betegek lesznek, ha egyszer Kínában járvány van, az még nem jelent azt, hogy Magyarországon is lesz, nem? Érdekesség, hogy az állati termékek eddig kifejezetten fékezték az áremelkedést, mivel például a mezőgazdasági termelői árak 7,7%-os növekedése, a növénytermelési és kertészeti termékek 13,1%-os drágulásának volt köszönhető, miközben az élő állatok és állati termékek árszintje az egy évvel korábbihoz képest 1,5%-kal csökken. Az állattenyésztés helyzetére jellemző, hogy éves összevetésben legutóbb nyáron nőttek az árak, de most a világpiaci változások miatt újabb trendforduló következhet be.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!